Szép napot kívánok a Varjúvölgyi Törpesön Tenyészettől jelentkezem újfent, és az aktuálisan elvihető süniket szeretném most bemutatni ebben a kis videóban. Ezek pici sünik, általában 6-8 hetesek, maximum 9 hetesek lesznek. Talán egy-két kivétel lesz, de hát a nagyságban mindenképpen lehet majd látni, hogy ők mekkorák. Úgyhogy most, ebben a pillanatban, ez az első süni a 44-es ládából került elő. Nagyon szép kis rajzolata van, maszkja van, bal oldalán látszik ez a kis fehér folt. Nagyon-nagyon jól néz ki. Gyorsan kézbe is veszem, hogy a mérete is látszódja, de hát körülbelül 7-7-es. Itt látni kézben, nagyon kis barátságos, érdeklődő jószág. Nagyon fontos az, hogy ha egy sünit szeretnétek választani, akkor mondjátok azt, hogy hányas ládában van az a süni, ez például a 44-es ládából került elő, és az, hogy hányadik perc, hányadik másodpercénél látszik a videónak. Ez kulcsfontosság, hogy ne kelljen egy csomót azzal foglalkoznunk, hogy beazonosítsuk a sünikét. Minden további információ megvan különben a www.varjuvoldi.hu oldalon, tehát azt mindenképpen érdemes végigolvasni, illetve a felszerelés csomagokat is megnézni, ugyanis teljes felszereléssel, valóban olyan felszereléssel, amelyek szükségesek a süniknek, tudunk szolgálni. Na nézzük a következő sünit. Itt a következő süni, szintén a 44-es ládából, elég érdekes kis fejecskéje van. Ilyen kis osztott arca van. Az arcának az egyik oldala sötét, a másik világos, és maga a süni, az pedig szintén sötét és világos, kb. 50-50%-ban. Viszont a jobb hátsó lába az zoknis, tehát sötét, a jobb első az világos, elég izgalmasan néz ki a kis jószág. Nézzük a következőt. És szintén a 44-es ládából az utolsó sünike, itt látjátok szemből gyönyörű fekete maszkkal, gyönyörű kis zoknikkal, ő nagyon sötét, de itt a jobb oldalán láttok egy kis fehér foltot, illetve a popsian egy kis fehér foltot, igazán tetszetős kis jószág. Nézzük a következőt. Íme a következő kis csüni a 36-os ládából. Álomszép jószág szintén, jobb oldalon kis foltocska popsian. Nagyon szép érdeklődő tekintet. Ugye 2 perc 42 másodpercnél van ez a kis csünike, hogyha esetleg valakit ez érdekel. Az a kérésem különben, hogyha szeretnétek vásárolni sünit, akkor ne egyet választhatok, hanem minimum 2-3-at, mert ezt a videót többeknek kiküldjük, akik már érdeklődtek süni iránt, és nehogy 2-3-an ugyanazt válasszátok, és akkor utána megint levelezni kell, hanem azt a 2-3-4 sünit jelöljétek meg fontossági sorrendben, amelyek érdekelnek benneteket, és akkor, hogyha az első megvan, akkor az első a tiétek, ha az nem, akkor a második, stb. Jó, és természetesen minél hamarabb reagáltok, annál nagyobb az esély, hogy a választott sünia tiétek lesz. Nézzük a következőt. Szintén a 36-os ládából került elő ez a sünike. Nagyon szép sötét maszkkal, sötét bundával. Pillanatra leteszem, hadd mászkáljon. Kicsit nyilván ez nem esik jól neki. Hát ő lenne a második süni a 36-os ládából. Nézzük a következőt. Az 52-es láda süniét látjátok a kezemben most. Az egyik süniét. Nagyon kis érdeklődő jószág. A kép önmagáért beszél. Látjátok, hogy nagyon szép sötét a maszkja. Jobb oldalán egy icipici kis foltocska. Lába sötét. Igen, tetszetős kis jószág. Még így hátulról is. Na jó, nézzük a következőt. Az 52-es láda második sünét látjátok ebben a kis videó részben.
Nagyon izgalmas kis fahéj színű, úgyhogy meg van tűzdelve az oldala fehér foltocskákkal. Remélem, hogy ez a sötétebb fahéj, vagy inkább ilyen barnás szín, ez jól látszik a videóban. Szintén 6-7-es kis jószágról van szó körülbelül. A félinkebb sünikkel egy picit többet kell foglalkozni, egy picit több idő kell ahhoz, hogy szelidebbek legyenek, illetve barátságosak legyenek, hogy ne féljenek annyira. De általában ezekre a sünikre az jellemző, hogy ha egy-két percet kézbe vesszük, akkor kigömbbe jönnek. Hát ez a süni úgy döntött, hogy inkább a hátsó felét mutatja nekünk, de szerintem láttatok belőle eleget. Így is, úgyhogy nézzük a következőt. Így az 52-es láda harmadik sünie. Szintén nagyon szép kis jószág, sötétebb karakter, sötétebb, mint az előző, amit bemutattam. 6 perc 55 másodpercnél található, ezt mindenképpen írjátok bele a videó, az e-mailbe, hogyha ez a süni érdekel, illetve mindig beleírni azt, hogy melyik perc, hanyadik másodpercnél, illetve melyik ládából van az a süni, amit szeretnétek. Nézzük a következőt. Ez a süni a 35-ös ládából származik. Látjátok, hogy világosabb karakter, hasonlóan fiatalka, mint a többi, amit eddig bemutattam. Ő is nagyon jól néz ki. Nyilván az ízlés dolga, hogy kinek tetszik a világosabb süni, és kinek a sötétebb süni, illetve kinek a fahéj. Úgyhogy az a lényeg, hogy látjátok őt is, nézzük a következőt. Íme ugyanennek, azaz a 35-ös ládának a következő sünie. Ez is egy nagyon szép, barátságos kis jószág, itt ücsörög a tenyeremben. Gyakorlatilag azonnal kigömbölyödött, ahogy kézbe vettem. Hát látjátok is, hogy milyen ebből a kis videó részletből. Nézzük is a következőt. A 88-as láda egyik sünikéjét látjuk magunk előtt. Nagyon-nagyon izgalmas kis bundája van. Nyilván a tüskékre gondolok, az első része teljesen sötét, a hátsó része pedig, hát nem teljesen, de majdnem teljesen világos. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes kis színvilága van a jószágnak. Szimatolós orr, bal oldalon világos popsi, jobb oldalon nagyjából világos popsi kis foltocskával. Igazán egyedi. Nézzük a következőt. Szintén a 88-as láda egyik sünét, egész pontosan a másodikat tartom a kezemben, 8 perc 46 másodpercnél. Hát neki aztán igazából érdekes arca van. Hogyha azt látjátok esetleg, hogy húzza a sünét a lábát, akkor nem húzza, teljesen egészséges. Az történik, hogy ez az anyag, amin videózom, az beleakadnak ezekbe a szálakba a lába, illetve a körmei, és nem tudja megemelni normálisan. Úgyhogy aggodalomra semmi ok. Kis szerencsével felénk fordul, és akkor látjuk az arcocskáját. Fehér fül, palpofi, sötét, nagyon-nagyon izgalmas kinézetük és jószág. Jobb oldal a hófehér, bal oldal a kis foltocskás. Szerintem össze-összetől jól néz ki. Jól van, tehát ez volt 9 perc 40 másodpercen a 88-as láda második sünie. Nézzük tovább. És akkor nézzük meg azt a sünit, amelyet ebben a videóban utolsónak mutatok be. Ő is nagyon különleges, szép kis osztott arcú,
jobb oldal sötét, kis monoklis, bal oldal világos, kis zoknik. Nagyon izgalmas a hátán ez a kis foltocska, több is. Nagyon erős a kontraszt. Borzasztóan jól kinéző kis jószágról van szó. Hát ebben a pillanatban, azaz 2020. december 29-én ezek a sünik vannak eladók, úgyhogy ezekre lehet érdeklődni. Szeretettel várjuk a megkereséseteket a varjovöldi.hu weboldalon keresztül. Ott találtok telefonszámot, illetve a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül tudjátok felvenni velünk a kapcsolatot, illetve hogyha e-mailben kaptátok meg ezt a videót, akkor arra az e-mailre válaszoljatok és jelezzétek, hogy melyik süni milyen felszereléssel az, amire igényt tartotok. Mindenképpen érdemes a Facebook oldalunkat is, illetve a YouTube oldalunkat is követni, hogy a további friss videókról értesüljetek. További szép napot, sziasztok!